Ugye itt van Fad, itt van Gerjen, és itt van Tolna. És ugye egyszer átvágták itt, aztán meg valahol szerintem itt. Fad polgármestere épp azt mutatja stábunknak, hogy hol végeztek 1843 és 1852 között visszabályozási munkálatokat. A drasztikus megoldásra az árvízveszély miatt volt szükség, hiszen május-június környékén az úgynevezett zöldár nagy rombolásokat végzett a termésekben, vagy épp a falvakban. Faddi meg a Tolnai között ez a Bartal csatorna, ide fogunk kimenni. A Bartal csatornát 1895-ben hozták létre a holtág életben tartására, de 125 év alatt ezen a csatornán is úrrá lett a természet. Zajlanak a Bartal csatorna felújítási munkálatai. A területi operatív programba nyert az önkormányzat erre forrást, a víz tulajdonosa a holtágnak és a csatornának az önkormányzat, és régi tervünk volt már az, hogy a Faddi és a Tolnai holtágat hajó összekötő csatornát csónakok és kajakok, kenuk számára járhatóvá tegyük. Ennek kezdődtek meg most a munkálatai, remélem, hogy a tavasz végére elkészülnek a csónaklépcsők is. Most gyakorlatilag a fenntartó kezelőfelületeket alakítják ki a kotorógépek, hogy később ugye a fenntartásnál a csatorna partján lehessen gépekkel közlekedni, mert ugye az volt a probléma, azért nem tudtuk idáig ezt megcsinálni, ezeket a karbantartásokat, mert nem tudtunk lejönni ide. Most ezek a járófelületek ki lesznek alakítva, és utána kimélyítik a medret a megfelelő mélységűre, úgyhogy 100 cm-es faddi vízállásnál is legyen benne 80 cm víz. Tehát, hogy a csónakok, kenuk, kajakok, azok tudjanak közlekedni. A terület és település fejlesztési operatív program pályázatán nyertek közel 60 millió forintot a projekt megvalósítására. A jobb vízgazdálkodási lehetőségek mellett a vízi turizmus is növekedne Faddon. Ezen kívül a Tolnai holtág vízutánpótlása is biztonságosabbá válna. A Faddi és a Tolnai holtág az 1850-es években lett leválasztva a folyóról. Addig ugye itt Faddon is, Tolnán is a folyó volt, nem holtág. És hát ugye eltett 170 év, ezek a holtágak elkezdtek ugye feliszapolódni. Faddin talán még nincs annyira vészhelyzet, de Tolna és a Bogyisza jelentősen víztest csökkent, feliszapolódott. És hosszú távú terveink a holtág rendszerrel kapcsolatban egyeztettünk Bogyisza és Tolna önkormányzatával. Tehát mindenképpen szeretnénk a vízutánpótlást növelni. Jelen pillanatban 1 köbméter per szekundumot tud nyáron a paksi atomerőmű nekünk adni a légkondi hűtővizéből, de sajnos még a Faddi holtágnak is majdnem kevés. A napi 30 fokokba 1 centi tapad a víz a párolgás miatt. Most ahhoz, hogy a három holtágnak a visszabályozása elégséges legyen, inkább ilyen 3-4 köbméter per szekundumos vízutánpótlás kéne. Lobbizunk Süli János tárcanyagi miniszter úrnál azért, hogy a paksi kettes kiépítésnél olyan valamilyen műszaki megoldást találjanak, hogy ez a holtágrendszer ezt a 3-4 köbméter per szekundumos vízutánpótlást megkapja, akkor ezzel az oldalra elkészülünk. Azonban nem állnak meg itt a munkák, több közös tervük is van az érintett települések polgármestereinek. Hosszabb távon szeretnénk ezt úgy megvalósítani, hogy Tolna és Bogyisza önkormányzat közösen, hogy a Sióra ki lehessen jutni. Ennek megvannak nagyjából, még egy pályázat lesz a TOBBA, akkor remélem, hogy ezt be tudjuk nyújtani, és akkor a Sió projekttel össze tudjuk kapcsolni turisztikába ezeket a vizeket is. Sőt, hát ugye akkor a Dunára, tehát bármerre lehet utána már menni. Szintén a három önkormányzat, Tolna, Fad és Bogyisza megpróbálkozik majd az új térségfejlesztési szervezetnél valamilyen forrást keresni a három holtág egyszer egy megvalósíthatósági tanulmányt szeretnénk készítetni a kotrásról és a víztesnek a növeléséről, és később kivitelés engedélyes terveket, tehát ez több 10 millió forintba kerül. Sajnos az önkormányzatoknak erre szabad forrása nincs, ezt megpróbálunk a segítséget kérni. És nyilván a projekt mérete sajnos 6-7 milliárd forint a mai becslések szerint. Ezt én azt gondolom, hazai forrásban nem nagyon fogjuk tudni megszerezni, tehát Brüsszelhez kell valamilyen környezetvédelmi alaphoz vagy az Unióhoz pályázni a három holtág megmentése érdekében, hiszen azért 170 éve így vannak már, most egy kotrással, felújítással mindenkinek megvannak a tervei,
meg lehetne újabb 150 évre a vizeket menteni. Mi azt tervezzük, ha sikerülne ez a pályázat és Kotrás, akkor egy 10%-ot a mederből elvéve, ugye, mert ez iszappal mindig probléma, hova teszik. Mi azt gondoltuk, hogy egy 10-12 méteres parti sávot partvédelemmel elkészítjük, és mögé betesszük a kikortatott iszapot, ott pedig nyugodtan egy nemzetközi szintű horgászpályát lehetne építeni ezzel. Fülöp János elmondta, hogy ez a projekt a környék turisztikáját is fellendítené.